Agrárfórum Balkányban. A támogatásokról és a tervekről is szó esett a tanácskozáson. Üzemanyag árstopp, az autósok örülnek, a benzinkutasok panaszkodnak veszteségeik miatt. Gaudeamus Igitur, több ezer végzős diák intett búcsút középiskoláinak. Az orosz-ukrán háború miatt enyhített az Európai Unió a közös agrárpolitika feltételrendszerén. A változásokról és a jövő évtől kezdődő fejlesztési időszak megnövekedett támogatásairól szerveztek agrárfórumot a térség gazdáinak Balkányban. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A fórumon elhangzott, a következő években minden eddiginél nagyobb forráshoz jut az ágazat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében így végre a vízpótláshoz szükséges fejlesztések is megvalósulhatnak. Mezőgazdasági vállalkozók és szakemberek töltötték meg csütörtökön kora este a Balkányi Művelődési Házat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete az aktuális pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást a térség gazdáinak. Emellett szóltak arról is, hogy az orosz-ukrán háború miatt az Európai Unió lazított a közös agrárpolitika feltételrendszerén. A termelők így nagyobb figyelmet fordíthatnak arra, hogy biztos legyen az élelmiszer előállítás a Kárpát-medencében. Az ürdítésnek a nagyfokú figyelembevételén gondolom, hogy ez sok mindenkit érint, és ebben olyan lazítások jöhetnek, hogy nem kell a 10%-ot pihentetni, illetve a bioba 25%-ot elvinni, hanem olyan rendszer lesz ez átmenetileg tűnik ebbe az évben, amikor a cél a minél nagyobb fokú élelmiszer előállítás, és ennek a lazításnak a menetét, törvényi szabályozását próbáljuk most az érintettekkel megbeszélni, illetve felhívni a figyelmüket arra, ami lehetőségek vannak, hogy mindenki számára a legoptimálisabb helyzetet tudja kihasználni. Magyarország 5 millió hektár termő és 2 millió hektár erdő területtel rendelkezik, így a hazai mezőgazdaság fejlesztésében meghatározó a közös agrárpolitika. Az új szabályrendszer 2021-es bevezetésének két éves elhalasztása azonban kedvező a magyar gazdák számára. A mostani időszak, amit a két év, amiben most éppen topogunk, ez egy átmeneti időszak, a 7 éves időszak első két éve átmeneti év lesz. Ez egész egyszerűen azért van, mert Brüsszelben nem sikerült elég gyorsan jogszabályt hozni, ezért kénytelenek voltak átmeneti időszakot hirdetni. Ez azt jelenti, hogy már az új pénzt költjük, de a régi szabályok szerint. Ezt egyébként megjegyzem, ha alkalom Magyarországnak, ez nem baj, nekünk ez kifejezetten tetsző, hisz az újdonságok azok azért nem csak és kizárólag pozitív hozadékkal bírnak, pláne úgy, hogy ebben az átmeneti időszakban már a megemelt társfinanszírozás mellett tudjuk költeni a régi szabályok szerint a forrásokat. Ugye jó reménység szerint az idei év közepére a stratégiai tervet Brüsszelben elfogadják, ebben az esetben jövő év január 1-től indulhat a program megvalósítása. A fórumon elhangzott, az Európai Unió összesen 7600 milliárd forintot biztosít a hazai agrárium számára, a magyar kormány pedig a következő évtől minden eddiginél nagyobb, további 2800 milliárd forinttal segíti az ágazatot. Ennek köszönhetően a mezőgazdaság valamennyi szegmensében megnövekednek a támogatások. Az állattenyésztés, a kertészet, az élelmiszeripar, de nem csak hagyományos beruházás típusú támogatásokban, hanem vidékfejlesztési támogatásokban részesültek az önkormányzatok utak létesítésére, mezőgazdasági külterületi utak, piacok megújítására és létesítésére. Igazán szerteágazó pályázati ciklusban vagyunk per pillanat benne. Az elmúlt másfél év időszakában több mint 1500 milliárd forint fejlesztési forrás állt az agrárium rendelkezésére. 23-tól egy új időszámítás kezdődik. Az agrárium megújulására további 2800 milliárd forintot meghaladó támogatás fog rendelkezésre állni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyik legfontosabb feladat a vízpótlás megoldása, aminek tervezését a Kamara megyei szervezete végzi. Erre is jelentős forrás áll rendelkezésre, mondta el Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Itt a nyírség az szomjazik a vízre, és az a helyzet, hogyha ezt nem fogjuk megvalósítani, akkor rengeteg probléma adódik a mezőgazdaságból, rengeteg problémánk lesz. Úgyhogy én ezért is fontosnak tartom a kamarai választást, kedves gazdák, hogy tovább lépjünk ezen a megkezdett úton.
A találkozón elhangzott, Szabolcs-Szatmár Bereg megye az ország agráriumának stratégiai régiója. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 400 ezer tagjából 48 ezeren itt tevékenykednek. A termelők szezonja kedvezően indult, a tavasszal a térségben elvetett növények ugyanis az elmúlt hetekben elegendő csapadékot kaptak. A háború és a rég nem tapasztalt infláció nem csak a mezőgazdaságra, de az élelmiszeriparra is hatással van. Egy év alatt csaknem 30%-kal drágult a kenyér, ez a tendencia pedig a közeljövőben is folytatódni fog. A sütőipar egyre költségesebben tudja csak előállítani a péktermékeket, az ágazatnak a búza és a liszt áremelkedése mellett többek között a munkaerő hiánnyal is meg kell küzdenie. A Magyar Pékszövetség alelnöke azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy áfa csökkentést és technológiai fejlesztéseket szorgalmaznak az Agrárminisztériummal folytatott tárgyalásaik során. Hat alapvető élelmiszer ára maradt hatósági szinten július 1-ig a kormány újabb intézkedése nyomán. Nem tartozik azonban ebbe a körbe a kenyér, amely a KSH adatai szerint 2021 márciusa és 2022 márciusa között 28,7%-kal drágult. Az áremelkedést leginkább az infláció generálja. Jelentősen emelkedett a búza, a liszt, az élesztő és a margarin ára is. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke 35 perc című műsorunkban elmondta, az év hátralévő részében tovább drágulhatnak a péktermékek. A liszt ára most egy évvel ezelőtt 88 forint volt, most a jelenlegi állapot szerint 160 és 165 forint. A Gabona Szövetség, mint említettem, szerda eljelzése alapján júniusra 180 forint körül fog alakulni, szeptemberre azt prognosztizálják, hogy 200, és október körül 220 forintra valószínűsítik a lisztnek az árát. No, de miután tőzsdei termék és függ a búza termés területétől is, ez még változhat. Tovább növeli a sütőipari cégek önköltségét az is, hogy rövid időn belül háromszorosával drágult a villamos energia és a földgáz. Nehéz előteremteni emellett a bérköltségeket is. Január 1-én lépett életbe a minimálbér emelés, ezzel párhuzamosan az éjszakai és hétvégi pótlékok is jelentősen megemelkedtek. Lakatos Tibor elmondta, a termékek drágulása a keresleti igényekben is változást idéz elő. Egyre azt figyelhető meg, hogy az emberek most már a kilós kenyeret nem is nagyon vásárolják, hiszen nem biztos, hogy két-három tagú család el tud fogyasztani. Tehát én mindig is azt javaslom, hogy meg kell keresni azokat, lásd a nyugat-európai országok, Ausztriába, ahol már négy szelet kenyeret is lehet kapni a boltba. Tehát ide kell eljutnunk, hogy nekünk is, hogy inkább kevesebb, jobb minőségű, nagyon fontos kovászolt, hosszú, eltartható kenyeret vásároljanak a vásárlók, és megszűnnek a pazarlások, vagy legalábbis csökkenni fog ezáltal. De úgy gondolom, hogy ezt a szokásokat nekünk is segíteni kell, főleg a kereskedelemnek. És igenis elegendő naponta, két naponta bevenni a boltba, és megvenni azt a kovászos kenyeret, amit úgy gondolom, hogy két-három nap múlva is megehető, meg lehet enni, és én azt hiszem, hogy ebbe az irányba fog elmenni az infláció miatti kenyérárnövekedésnek a hatása is. Lakatos Tibor hozzátette, a Magyar Pékszövetség folyamatosan tárgyal az Agrárminisztériummal a problémák kezeléséről. Az ágazat vezetői az áremelkedés mérséklése érdekében áfacsökkentést, a munkaerő hiány megoldásában pedig a gépesítést szorgalmazzák. Július 1-ig marad az élelmiszerek és az üzemanyagok árstopja. A fogyasztók egyelőre hátradőlhetnek, de a benzinkutakat üzemeltető vállalkozások nagyon nehezen tudják fenntartani működésüket. Közös szövetségbe tömörültek, és azt kérik a kormánytól, hogy hagyjon fel az árstoppal, és inkább azokat segítse, akiknek nincs elég anyagi lehetőségük megvásárolni az üzemanyagot. Július 1-ig továbbra is hatósági áron tankolhatunk valamennyi benzinkúton a kormány szerdai döntése értelmében. Miközben a fogyasztók örülnek a döntésnek, az üzemanyag szektor szereplői aggodalmaknak adnak hangot. A problémánk az továbbra is ugyanaz, ami eddig volt, tehát veszteségeket szenvedünk el ezzel az árhosszabbítással. Ugyanis attól, hogy mi megkaptuk ezt a tavalyi március-április-májusi hónapnak a 80%-át, tehát literbe kivetítve
a tavaly eladott mennyiség 80% utána 20 forintot. Ez úgy tudna megfogalmazni, hogy egy szépség tapasz a nyílt sebben. Tehát ez nem fedezi a kiadásainkat még ez sem. Ráadásul ugye ez nem 3 hónapja, hanem ezzel együtt 7,5 hónapja tart ez a árstopp. Mivel a független benzinkutasok a nagy forgalom kis haszon elven működnek, hosszú távon nem tudják az árstopp költségeit viselni anélkül, hogy csődbe menjenek. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint az árstopp akár azt is eredményezheti, hogy több száz benzinkút zárhat be a jövőben, ami komoly ellátási gondokhoz vezethet. Szerinte jelenleg a kisvállalkozások saját tartalékaikat élik fel. Minden egyes hosszabbítással valami olyan kis soldatos infúziót kapott a szakma, amivel ugyan túlél, de hosszú távon így nem tud működni, és csak azért vannak még nyitva ezek a kutak, mert a saját akár privát megtakarításaik árán és annak a felhasználásával, vagy más tevékenységből jövő bevételeiknek az átpakolásával tartják életben ezt a vállalkozásukat. Magyarországon közel 2200 benzinkút működik, amelyek 52%-át nagy társaságok, 48%-át pedig kisebbek, például családi vállalkozások üzemeltetik. 2022. februárjában a rendszerváltás óta először tömörültek a független benzinkutasok egy közös szervezetbe, akik az ársapka miatt hónapok óta jelentős veszteséggel működnek. Egri Gábor, a szövetség elnöke szerint a mostani árstopp eredményeként a független benzinkutasok finanszírozzák az autósok költségeit. Akik meg tudják fizetni akár a 700 forintos üzemanyagárat literenként, azok tessék, fizessék meg, és akik viszont rászorultság alapon támogatást kell, hogy kapjanak, azokat támogatni kell. Van miből, mert az éves bevétele az államháztartásnak az áfa és a jövedéki adóval körülbelül 1000 milliárd, és hát azt is látni kell, hogy a Magyar Olajvállalatnak, a MOL-nak márciusban 7-szeresére nőtt a finomítási nyeressége februárhoz képest. Tehát van a piacnak két olyan nagy szereplője, ahol hát úgy mondjam, lehet a pénztárcában kotorászni. Ne ezek a kis vállalkozások, kis családi vállalkozások, akik személyes közreműködéssel vesznek részt a vállalkozásaikba, fizessék a több mint 3 millió autósnak a kedvező mobilitását. A Független Benzinkutak Szövetsége a kormánnyal egyeztetve keresi a hosszú távú megoldást. Az ársapka bevezetésének hatására jelenleg Magyarországon kizárólag a MOL biztosít üzemanyagot a benzinkutak számára. Pénteken megyeszerte elkezdődtek a középiskolai ballagások, több ezer végzős int búcsút iskolájának, és készül a hétfőn kezdődő írásbeli érettségi vizsgákra. A 100 éves nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 160 végzős búcsúzott az alma mátertől. Az ünnepségen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is köszöntötte egykori iskolájának érettségiző diákjait. A régi iskola zászlót vivő diákok vezetik társaikat és az őket kísérő osztályfőnököket a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium ballagási ünnepségén. A 100 éves évfordulót ünneplő intézmény jubileumita névében számos rendezvénnyel ünnepelték a centenáriumot. Felavatták a névadó emléktábláját, jubileumi évkönyvet adtak ki, valamint megújult az intézmény tornaterme és a sportpályák is. Az elmúlt két évben a járványhelyzet nem tette lehetővé a ballagásokat, de ebben a tanévben méltó búcsút vesznek a végzősöktől. Ma 9 órakor 160, 12-es sorakozik fel az iskola gyönyörűen felújított sportudvarán, hogy búcsút vegyen a gimnáziumtól. Féltjük őket, hiszen most egy olyan időszak áll mögöttük, ami a magyar közoktatás történetében nem adódott még, hiszen másfél évet online oktatásban töltöttek, viszont úgy gondolom, hogy a jelenléti oktatással igyekeztük pótolni azokat a hiányosságokat, amelyek felmerülhettek esetleg az online világban, és elegendő tudást szereztek ahhoz, hogy nagyon sikeres közép- és emelszintű vizsgát tegyenek. A ballagás ünnepség résztvevőit köszöntötte dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár is, aki szeretettel emlékezett vissza az intézményben eltöltött diákéveire, és kiemelte, az iskola olyan tudást ad a tanulóinak,
amelyre későbbi tanulmányaik és munkájuk során is biztonsággal építhetnek. Azt gondolom, hogy egy olyan tudást szereztek itt a Vasvári Pál gimnáziumban a hallgatók, a diákok, amelyet végig fognak vinni az egész életük során. Nagyon sok tehetséges fiatal van és volt az elmúlt időszakban. Ugye most egy centenáriumi évet írunk, és 100 éves a gimnázium. Nagyon nagy múltja van, nagyon sok története van, és az látszik, hogy aki itt végzett, nagyon örömmel érkezik vissza. Az érettségiző diákok a tarisznyájukban sok értékes dolgot visznek magukkal a gimnáziumból. Az elmúlt 4 évben minden egyes értékes információt és tudást megkaptunk a tanárainktól, amire szükségünk lesz a jövő héten. Úgyhogy a gondoskodást, a törődést és minden hasznos tudást fogunk magunkkal vinni a következő években az egyetemen. Úgyhogy hálásak lehetünk a tanárainknak és az iskoláinknak, hogy itt tanulhatunk a Vasváriban. A mai ünneplést a jövő héttől komoly munka követi a középiskolákban. Kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Hétfőn magyar nyelv és irodalom, kedden matematika, szerdán pedig történelem vizsga vár kötelezően minden ballagó diákra. Szombaton Kispesten lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Erős Gábor együttese az NB1 30. fordulójában a Budapest Honvédhoz látogat. A Kisvárda 49 ponttal a második helyen áll a tabellán, a 33 pontos Honvéd pedig a 10. helyen várja a mérkőzést. A legutóbbi fordulóban a Debrecen elleni 1-0-as győzelemmel 4 nyeretlen mérkőzést követően gazdagodott ismét 3 ponttal a kisvárdai futballcsapat. A siker egyben azt is jelentette, hogy Erős Gábor együttese a már bajnok Ferencváros mögé fellépett a tabella második helyére. Igaz, a Várda csak jobb gólkülönbséggel előzi meg a Puskás Akadémiát, így ahhoz, hogy a pozícióját biztosan tartani tudja, a Honvéd otthonában is meg kell szereznie a 3 pontot. A Honvéd ellen is egy nagyon nehéz kielezett mérkőzésre számítok, bár az én szememben már a Honvédben maradt, hiszen nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az MTK-s egy Ilmot ezt a különbséget le tudja dolgozni, de még matematikai esély van rá, értelemszerűen senkit sem szabad leírni. A mi célunk az, hogy megtartsuk ezt a második helyet, az ő célunk pedig biztos az, hogy a középmezőnyhöz zárkozzanak, és tényleg az utolsó pár forduló már ne azzal kellene foglalkozniuk, hogy még a kiesés szellel fenyegeti őket, de az minket kevésbé érdekel egyébként, hogy a Honvéd milyen célokkal vág neki. Mi szeretnénk elérni a sajátjainkat, természetesen nagyon tiszteljük az ellenfelet, hiszen egy nagy múltú és egy komoly klubról van szó, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy a mi csapatunk jobb, jelen pillanatban még egyszer mondom, és úgy utazunk a Honvéd otthonában, hogy szeretnénk őket egy kicsit meglepni, és elhozni tőlük a 3 pontot. Mint a vezetőedző elmondta, a bajnokság hajrájában valamennyi játékosára számíthat, ami megkönnyíti a szakmai stáb helyzetét a hátralévő 4 mérkőzés előtt. Jelen pillanatban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy bármennyire is volna, mi így a bajnokság végére vagyunk abban a szituációban van a helyzetben, hogy mindenki a rendelkezésünkre áll, szerencsére nincs betegünk, nincs eltiltottunk, nincs sérült játékosunk, Zombó Dávid is felépült szerencsére a sérüléséből, tehát mi most abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy egy nagyon jó versenyhelyzet alakult ki a csapatban, és fogunk tudni frissíteni is, ami megint nagyon fontos, hiszen 3 mérkőzés jön sorozatban, szombat, csütörtök és vasárnap, tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy minél hosszabb legyen a kispad, és tudjuk megfelelően rotálni a játékosokat. A Budapest Honvéd Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Bozsik Arénában. A forduló további párosítása a következő: Paks Ferencváros, Puskás Akadémia Mezőkövesd, Debrecen Molfehérvár FC, Zalaegerszeg MTK Budapest és Újpest Gyirmót. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az orosz-ukrán háború miatt enyhített az Európai Unió a közös agrárpolitika feltételrendszerén. A változtatásokról és a jövő évtől kezdődő fejlesztési időszak megnövekedett támogatásairól is szerveztek agrárfórumot a térség gazdáinak Balkányban. A fórumon elhangzott, a következő években minden eddiginél nagyobb forráshoz jut az ágazat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében így végre a vízpótláshoz szükséges fejlesztések is megvalósulhatnak.
Július 1-ig marad az élelmiszerek és az üzemanyagok árstopja. A fogyasztók egyelőre hátradőlhetnek, de a benzinkutakat üzemeltető vállalkozások nagyon nehezen tudják fenntartani működésüket. Közös szövetségbe tömörültek, és azt kérik a kormánytól, hogy hagyjon fel az árstoppal, és inkább azokat segítse, akiknek nincs elég anyagi lehetőségük megvásárolni az üzemanyagot. Pénteken megyeszerte elkezdődtek a középiskolai ballagások, több ezer végzős int búcsút iskolájának, és készül a hétfőn kezdődő írásbeli érettségi vizsgákra. A 100 éves nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 160 végzős búcsúzott az alma mátertől. Az ünnepségen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is köszöntötte egykori iskolájának érettségiző diákjait. Április 29-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Pénteken éjjel derült, enyhe idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 7-10 fok között alakul. Szombaton napközben napos, igazi tavaszi idő lesz, eső nélkül. Délután 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Vasárnap marad a tavaszias, napos idő, de néhol fátyol felhők takarhatják el a napot. A hőmérséklet a szombatihoz hasonlóan 20-22 fok között alakul.